Sziasztok! Örülök, hogy ismét itt vagytok velem. A mai videóban megmutatom nektek kedvenc konyhai eszközeimet, ezeknek a használatával egyébként bárki jelentősen tudja csökkenteni a konyhai hulladékának a mennyiségét. Érdemes belegondolnatok abba, hogy egy átlagos háztartásban a konyhai hulladék teszi ki a háztartási szemét mennyiségnek a javarészét. Ezért mindenképpen fontos vele foglalkoznunk. A konyhai hulladékaink egy része a használati eszközeinkből származik, elsősorban az eldobható darabokból. Ezért ma mutatok nektek pár olyan eszközt, amelyek a gyakran használt eldobható eszközök egy részét helyettesíthetik a konyhában. Egy hulladékmentes konyhában szinte alapdarabnak számít a tartós textil bevásárló táska, vagy akár kosár, esetleg banyatang. Ez mind-mind az eldobható nylon szatyrokat helyettesíti. Ugyanezt a célt szolgálják azok a textilzsákok is, amelyekbe a különféle élelmiszereket tudjuk hazahozni a nylon zacskók helyett. Ezeket a textilzsákokat használhatott gyümölcsök, zöldségek hazahozatalára is, de ugyanúgy tökéletesek a száraz élelmiszerek, például szárazbab, vagy akár a pékáru vásárlásakor is. Ugyancsak komoly hulladéktermelő területe a konyháknak az a mosogató környéke. A mosogató szivacs helyettesítésére azonban tökéletes alternatív megoldásokat is találhatunk már, amik környezetbarátak és ugyanolyan hatékonyan működnek, mint eldobható társaik. Tudtátok egyébként, hogy a használt műanyag mosogatószivacs nem dobható a szelektív gyűjtőbe? Ráadásul a használata során is folyamatosan apró műanyag darabkák hullanak le, ezek a mikroműanyagok kimondottan károsak a környezetünkre. Az alternatív mosogatóeszközök közül nekem a luffa a kedvencem, az erről készült videóimat is megtaláljátok itt a csatornámon. Ti használtok eldobható konyhai papírtörlőt? Én évek óta nem használok. Többféle alternatív megoldás is létezik erre, kezdve egy sima, egyszerű pamut törlőkendőtől, a cellulóz szivacson át, akár egészen bambuszkendőkig. Ezek a bambuszkendők egyébként pontosan ugyanúgy néznek ki, mint az eldobható papír változatok. Nagy különbség azonban, hogy ezeket hosszú ideig lehet használni, ugyanúgy mosható és tisztítható, mint bármilyen textilkendő. Különböző eldobható, elsősorban műanyag ételtároló dobozokat nagyon egyszerű tartós változatokra cserélni. Nem is kell feltétlenül új dobozokat vásárolni, hiszen szerintem a legtöbb háztartásban bőven akad ilyen. Válasszuk inkább ezeket akkor is, ha például ebédre csomagolunk magunknak ennivalót, vagy akkor is, hogyha megmaradt ételt szeretnénk eltenni. Erre a célra a legjobb zero waste megoldás, amit otthon találsz, amit nem vásárolsz meg. Ez lehet akár egy befőttes üveg, vagy egy régi, jó minőségű műanyagedény is. Az alufólia és a frissen tartó fólia helyett is van már alternatív megoldás. Én a méviaszos kendőt nagyon szeretem, erről készítettem korábban videót is. Ebben megmutatom, hogy tudod elkészíteni saját magadnak. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon hasznos eszköz a konyhában és az egész család részére a textil szalvéta. Évek óta nem használunk eldobható papírszalvétát, nem csak a papír miatt, hanem a csomagolása miatt is. És őszintén szólva, nincs is rá szükségünk, hiszen textil szalvétából mindig van otthon. A textil szalvéta egyébként szerintem egy eléggé multifunkcionális eszköz. Nem csak a szánkat, kezünket tudjuk megtörölni étkezések során vele, de csomagolhatunk bele pékárút vagy bármilyen élelmiszert. Ebben készíthetjük össze a gyerekeknek a 10 órait, kirándulásra is ebbe vihetjük az ennivalót. Tehát tulajdonképpen a textil szalvéta több, mint szalvéta. Ha tetszett a videó, akkor megköszönöm, ha jelzitek ezt nekem egy lájkkal. A témában egyébként a honlapomon több cikkben is leírtam a tapasztalataimat, a linkjét a videó leírásában is megtaláljátok. Ha van bármi olyan téma, ami egyébként érdekelne benneteket, akkor írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, hamarosan ismét találkozunk, addig is örömteli hulladékcsökkentést kívánok nektek. Sziasztok!